Gémesi György Gödöllő polgármester a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na, önöknél is van? Tehát, hogy... Hát ez mindenütt lesz. Nyilván a katasztrófa védelmi problémák megoldására van egy lehetőség az új szabályozás szerint, ami alapján nyilván a polgármester rendelkezhet arról, hogy hogyan von be erőket a védelmi helyzet segítésére. És ez erről szól tulajdonképpen, tehát nem arról szól, hogy berendelhet a polgármester valakit, hogy most takarítsa ki a árkot vagy az utcát, mert nyilván az egy másik történet, az a közmunka és a közhasznú munkának az a része is a feladata. Maga a védelmi szolgálat, ami az önkéntes a törvényben nincs benne, de valahogy a szellemiségében mégiscsak az van, tehát ez nem egy sorozás, nem kötelező. De itt ugye a hír, amin elindultunk még az elmúlt héten, az úgy szólt, hogy a minden településen a polgármester, tehát Gödöllő esetében ön, nevezi ki azt az embert, aki aztán kiválasztja valami, nem tudom, népességnyilvántartóból, vagy a jóig tudja honnan azokat, akiket behívnak erre a bizonyos szolgálatra. Ezért kérdezem, hogy önöknél hogy van? Tehát kijelölt már valakit, aki behívja az embereket? Ha igen, akkor az a valaki mi alapján válogat Gödöllő lakosai közül? Egyrészt nem jelöltünk ki még senkit, mert még nem tartunk itt. Azt sajnálom azért, hogy nem volt erről konzultáció, mint olyan sok minden másról, mert azért jó lett volna az, hogyha fölkészítik mondjuk a polgármestereket és a szakembereket arra, hogy adott esetben mivel tudjuk segíteni egyik vagy a másik katasztrófa védelmi helyzet megoldását. Van polgári védelmi munkatársunk, nyilván egészségi állapot, kor és adott esetben megfelelő ehhez szükséges tám végzettség alapján válogathat. Ezt nem tudom most megmondani, de mondjuk egy hatalmas nagy havári helyzetnél, amikor leszakad a hó és kell a hómunkás, és el kell takarítani a havat, akkor azt gondolom, hogy az utolsó ember is szívesen segít adott esetben, hogy mentse az embereket. Én nem tudom azt, hogy hogyan lehet kiválasztani. Ami ennek egy kicsit tisztázatlan része az, hogy ugye bizonyos jellegű előtréningen kell részt venni. 40 órás kiképzésen. Tehát valamilyen kiképzésen részt kell venni. Ez nyilván egy oktatás, hogy adott esetben egy rosszul létet hogy lehet kezelni, gondolom én adott esetben egyik vagy a másik helyzetnél, tűznél, árvíznél mit kell csinálni. Ami tulajdonképpen nem rossz, hát nyilván nem baj az, ha valakinek van egy ilyen jellegű végzettsége, hiszen ha gépjármű jogosítványt szerez valaki, előtte kell letenni keresztvizsgát, és a keresztvizsga része bizonyos jellegű egészségügyi ellátás. De ezt nem tudjuk, hogy mi lesz ez a 40 óra kiképzés. De hogy ebben mi lesz, ez nem tudjuk, és kifizeti. Kiszervezi meg, kifizeti, ez ami teljesen tisztázott. És összes többiben nem látok. És katasztrófavédelmisek tartják? Feltehetően igen, nyilván megfelelő szakemberek. Hát ez, hogy hol tartják, miből, milyen körülmények között, ez teljesen tisztázatlan. És ezt is jól lett volna egyeztetni, mert nyilván, hogyha ilyen jellegű dologról van, szívesen áll rendelkezésre egy-egy település, de azért nem lenne rossz, hogyha ez sokkal szervezettebben, előkészítettebben történne. Ebből egyelőre legalábbis nincs információm arról, hogy jó belettünk volna, ahol ki vagyunk hagyva. Hát miközben aztán megszervezés mégiscsak az önök feladata lesz. Szóval amikor elindultunk egy hír kapcsán, akkor ugye többen felvetették, több hírportál is felvetette, hogy ez gyakorlatilag egy bosszú lehet az adott településen, az adott polgármester kezébe, a neki nem tetsző embereket, nagyszájú pedagógust, nagyszájú postást, a nem tudom kicsodát, az simán azt mondja, na akkor őt hívjátok be, 40 óra kiképzés, mivel azt se tudjuk, hogy mi van a kiképzésben. Egy iskolapadba be kell ülni, és a babán a mesterséges légzést kell megtanulni, vagy megnézni, vagy pedig a katasztrófa védelmisek valamilyen kiképző terepén a vizesárokba kell kúszni. Semmit nem tudunk. Azért gondolom nem ilyen éles az a helyzet, azt feltehetően gondolhatjuk, hogy a katasztrófa védelmek vannak megfelelő felkészült munkatársai, mint ahogy vannak, és egyébként látjuk a példákat, amikor egy-egy nagy havári helyzet van. Szerintem ők pontosan jól tudják, hogy ebben a 40 órában mit kell belerakni. Ez a része engem igazán nem zavar. Engem az zavar, hogy nincs, nem tudunk róla. Tehát az, hogy be lenne vonva mondjuk az önkati rendszer abba, vagy mondjuk a polgármesterek, vagy azok munkatársai fel lenne készítve arra, hogy hogyan kell segíteni ezt a folyamatot. Egyébként hát ez gondolom, lakosság arányosan kell gondolom a létszámot kialakítani. Tehát Debrecen esetében tudom, hogy ez egy olyan 2000 fős létszám, akkor nem tudom, hogy a Gödöllő esetében, hogyha ez 200 ezer, egy hatoda, akkor a 2000-nek az egy hatoda körülbelül akkor, lakosság arányosan az jelenthet. 6318, tehát 300-400 ember. 300-400 embert. Na most őket most ki fogja kiválasztani, még mindig nem tudjuk, de ön se tudja, tehát senki. Tehát, hogy ez ilyen...
Ez egy biztos, hogy én nem gondolom azt, hogy a polgármester itt most bosszú helyártot tenne. Vagy hát ha magából végelne, indul ki, akkor nem gondolja. Meg azért itt most kicsit erős volt a nyilatkozata az LMP-s kollégának, hiszen azért tudjuk, hogy 2400 olyan település van, ahol a polgármester teljesen független minden pártól, még indirekt és direkt kötődése sincs. Tehát azért a polgármesterek zöne ilyen szempontból független, és a településéért dolgozik, és feltétlenül tudja, hogy ki az, aki két zsákot meg tud adott esetben fogni, és nem a 80 éves marinét fogja berendelni egy ilyen, vagy besorozni, vagy beírni egy ilyen típusú listára. Azért egy dolgot hagyj mondjuk, és ez nagyon fontos, én nem tartom ezt rossz dolognak. Mi annak idején, amikor nagy árvizek voltak, minden alkalommal szerveztünk iskolásokkal, busszal egy-két napot arra, hogy az árvízvédelemben részt vegyünk, zsákokat vegyünk. Én magam többször voltam Vácon és Kelet-Magyarországon, Észak-Magyarországon, amikor ott a Tisza kiöntött. És megdöbbentem, amikor a polgármester azt mondta, hogy hát nagyon örült, hogy mentünk és segítettünk, és tényleg nem csak kirakat volt a munka, hanem bevontuk a gyerekeket, és szívesen tették a dolgokat, hogy azt mondja, hogy a település lakóinak egy része, egy jelentős része nem jön segíteni. Nem hajlandó részt venni a mentésben. És ez engem akkor megdöbbentett, ezt nem akartam elhinni, hogy ez így van. Pedig ez nem jellemző. Nem volt, tehát, de sajnos ez... Mondom, én magam legalább 6-8 ilyen árvíznél voltam, ott személyesen, gyerekekkel, fiatalokkal, középiskolából szerveztük őket, és bizony nem egyszer panaszkodott a polgármester, hogy megszakadnak a munkától, hogy egyik vagy a másik települési lakó vagy egy része 24 órázik és menti, ami menthető, a másik része pedig éppen nincsen, akinek a háza éppen nincs olyan veszélyben, ezt pedig gyakorlatilag teszi a dolgát, és tegyétek, mert ez a ti dolgotok. Tehát ebben a dologban szerintem ez egy bizonyos szempontból ez biztos, hogy jó. Senki nem is kételkedett. Egyébként még arra, amikor a törvény született, jó, az előkészítő fázisban voltak viták, de a vita ott is leginkább arról szólt, hogy miért nem egyeztetnek ezzel, azzal, azzal. Tehát az, hogy segítség kell, és a bajban kell segítség, és nincs akkora hadseregünk, hogy mindenhova a kis katonákat küldjük, ezzel nincsen semmi baj. Igazából szerintem az okozza a bajt, és lehet, hogy csak ez egy ilyen, nem tudom, üldözési mánia már. Értem. De benne van a lehetőség. Nem tudjuk, hogy mennyibe kerül az adott önkormányzatnak. Nem tudjuk, hogy a katasztrófavédelmisek tudják-e. Nem tudjuk, hogy majd hol fogják ezt a 40 óra kiképzést kapni a behívott emberek. Nem tudjuk, hogy ki és milyen metódus alapján választja ki az embereket. Tehát így akkor a sok-sok nem tudomban mindig ott van a kis ördög, hogy lehet, hogy majd azért, mert bosszúból, lehet, hogy ezért, lehet, hogy azért. Igazából a tudatlanság az, ami az emberben mindig felkelti a gyanút. Nem olyan egyszerű ráadásul, hiszen amikor őt kiveszünk 40 órára a munkájából, azt ki kell fizetni. Akkor ezt, igen. Hogy onnan hiányzik. A cég nem fogja odaadni ingyen egy-egy nagy multinál vállalat, amelyik dolgozik, és ott vannak az emberek reggel beosztva centire, és kivesszük a rendszerből, azt ki kell fizetni az ő kieső munkaidejére, a képzés ideje alatt, és nyilván a katasztrófa védelmi idő alatt önkéntesen dolgozik, nem kap bért érte, nyilván kap ellátást, de a munkaidőt azt ki kell fizetni. És még egy pillanat mondok, viszont megint annak érdekében, hogy azt mondjam, hogy a dolog jó, csak a végrehajtás ugyanolyan, mint az összes többi egyébként, és nyilván benne van ez az agály és ez a félelem, mert nincs igazán leszabályozva, és nincs igazán előkészítve. De például, amikor leszakad a hó két ünnep között, vagy karácsony előtt, nem egy eset volt, és fizettünk volna, nem kevés pénzt, nettó 2500-3000 forintot 8 órára hómunkásoknak, és az, hogy egy kezemben meg tudtam számolni, Gödöllő nagyságrendű városba hányan jöttek, ez tragédia. Most ilyen esetben igenis nagyon-nagyon fontos az, hogy segítsenek, hiszen egy nagy csomó helyről nem tudjuk géppel eltolni a havat, oda kézérőkkel. Ilyenkor, még ha ünnep is van ez, akkor segítsünk egymásnak. Tehát egy olyan lehetőség legyen a polgármester, vagy a helyi katasztrófavédelem megszervezésében, ennek lehet olyan eszköz legyen a kezében, amivel tudja segíteni ezt a helyzetet, hogy minél gyorsabban helyreálljon a rend. Tehát az alapigazság az, hogy gyakorlatilag a dolog szerintem jó, az nagyon jó, ha megvan szerve, nagyon jó, ha fel vannak készítve az emberek. Az, hogy ez hogy lesz végrehajtva, milyen formában, ez most nyilván fölvett bizonyos jellegű agályt annak a tekintetében, hogy itt még vissza is lehet élni vele. Talán nem így van, de akkor is ezt nagyon-nagyon részletesen le kell szabályozni, elő kell készíteni, és ez hiányzik. Meddig hát kell? Nem tudom. Tehát határidő sincs? Nem tudom, most kihozták, megmondom őszintén, hogy nyilván van határidő, de szerintem ebben nem lett volna rossz, ha bevonnak bennünket aktívanban. Ezt már sokszor mondtuk. Köszönöm ezt szépen, hogy itt volt. Köszönöm. Mindjárt folytatjuk a reklám után. Itt lesz Róna Péter, aztán Köves Lomó, a végén pedig Vágó Gábor, az LMP képviselője. Maradjanak velünk.